Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jön egy kis Warframe, hát nem is Warframe, beszélgessünk egy kicsit a Digital Extreme-ről. A minap láttam a YouTube-on egy videót, ami azt fejtegette, hogy mi, kinek a tulajdona a Digital Extreme, és én magam sem értem, hogy miért nem beszéltem erről eddig, mivel az, hogy a Digital Extreme úgy működik, és úgy alakítja a Warframe-et, ahogyan alakítja, az tényleg nagyban befolyásolja az, hogy milyen szerződése van a tulajdonossal, ugyanis, aki tudja, aki nem, ugye a Digital Extreme nem a Digital Extreme kezében van. Hogy, honnan is indul ez az egész történet? Ugye Digital Extreme, amikor elindult, egy nagyon kis fejlesztő stúdió volt, ám ugyanakkor nagyon-nagyon nagy játékokon is dolgoztak, mint például az Unreal Tournament, vagy a Bioshock 2, tehát egy jó pár játékban ott volt a kezük, ami nem a sajátjuk, de dolgoztak rajta, úgyhogy egy nagyon tapasztalt fejlesztő csapatról beszélünk itt. És aztán később ugye megcsinálták a saját játékukat is, ami a Dark Sector névre hallgat. Jó, itt azért elég nagyot ugrottam az időben, de az volt az első olyan játék, amit ők teljesen maguk fejlesztettek ki, nem pedig rendelésre, mint ahogy eddig csinálták az előző játékokkal, és a saját kiadásuk is lett volna. Sajnálatos módon, bár a Dark Sector egy egészen jó játék volt, én élveztem legalábbis, amíg végigjátszottam, de általánosan egy nagy bukás lett, és ez vezetett végül ahhoz, hogy ezt az ötletet tovább fejleszték és megcsinálják a Warframe-et. De itt már a stúdió némi ilyen pénzügyi gondokkal küszködött, ugye a Warframe az a játék lett volna, ami kihúzta volna a stúdiót a bajból. A probléma az volt, hogy ugye nem volt pénzük kiadni ezt a játékot, ezért folyamatosan egy kiadót kerestek. Minden kiadóhoz, akihez eljutottak, elmentek, az minden kiadó visszautasította őket, mert hogy maga a projekt, a Warframe az túl nagy lett volna, és túl nehéz lett volna mindezt finanszírozni, és konkrétan visszautasították, úgyhogy végül csak kiadták saját maguk ezt a játékot, de természetesen az anyagi gondok ezzel nem oldódtak meg. A Warframe, amikor megjelent, hogy őszinte legyek, egy nagyon jó kis koncepció volt, nagyon tetszett a sci-fi univerzum, ami van mögötte, és akkoriban talán az egyik legszebb ilyen RPG-szerű hack-and-slash játék volt, nem az egyik legszebb, hanem a legszebb ilyen játék volt, amit akkoriban láttunk, ez kurva rég volt, srácok is, és még az én gépem is az akkori gépem alig bírta, de nagyon élveztem vele játszani, de nagyon repetitív volt, kevés volt a content, ezért a Digital Extreme a játékosaihoz fordult, és ugye akkor alkották meg a különböző ilyen value packet, ahol meg lehetett venni, vásárolni az Excalibur Prime-ot, és ennek következtében van az, hogy Excalibur Prime-ot nem fogunk sohasem kapni, az Umbra az, ami enyhítheti a fájdalmunkat, ugyanis az Excalibur Prime csak a foundereknek van. Azoknak a játékosoknak, akik saját és nem is kevés pénzüket fektették a Digital Extreme-be, azért, hogy a Warframe tovább élhessen. És meg is történt, a játékosok természetesen némileg kihúzták a stúdiót a bajból, és tovább folytathatták a Warframe fejlesztését. Nem sokkal ezután, ugye, a Digital Extreme, hogy is mondjam, nyílt részvénytársaság lett, tehát bárki megvehette a részvénytársaság, bárki megvehette a részvényeit, aki szerette volna, de természetesen ugye egy nagyobb befektetőre vágytak, és így jutottak el végül az egész történetnek a végére, itt nem fogok órákat beszélni arról, hogy jutottak el ideig, mert nem az a lenne a lényeg, eljutottak addig ugye, hogy megvásárolta őket egy kínai cég, ami a Leyu Technologies-re hallgatna. Most ez a Leyu Technologies, ez leginkább csirke farmolásban a szakterületük, viszont nagyon-nagyon-nagyon terjeszkednek a gaming világ felé. Ez pedig ugye az is bizonyítja, hogy egy újabb stúdiót is nyitottak meg most Amerikában. A lényeg az, hogy ők idővel szépen lassan mindenkitől felvásárolták a részvényeket, akiknek volt tulajdona a Digital Extreme-ben. Akár neked is lehetett volna tulajdonod a Digital Extreme-ben, de előbb-utóbb valószínűleg ez a kínai cég kivásárolt volna. Nos, mit jelentett ez
a Digital Extreme számára természetesen egy szerződést, amihez kötelezniük kell magukat. És itt jön a különbség, amitől azt mondhatjuk, hogy a Digital Extreme az vezeti a gaming ipart egy bizonyos szempontból, és ott, ahol a Destiny vagy a Titanfall elbukott abban, hogy vezesse a gaming ipart, az pedig a szerződés, amit kötöttek ezzel a Leo Technologies céggel, és ami teljesen szignifikánsan más, mint amit az Bungie kötött az Activision-nel, vagy a ugye Respawn Entertainment kötött az Electronic Arts-al. Mi például ez a két szerződés között a különbség, és mitől van az, hogy a Warframe jobban teljesít, mint a Destiny, vagy éppen a Titanfall 2? Ezt tulajdonképpen le lehetne írni egy-két nagyon rövid szóval, és azt pedig úgy hívják, hogy szabadság a kreativitás fölött. Tehát a Digital Extreme szerződésében az áll ezzel a céggel, hogy ők és csak is ők azok, akik dönthetnek arról, hogy hogyan alkotják meg a játékukat, és hogyan csinálnak belőle pénzt. Természetesen a szerződésükben benne van az, hogy egy bizonyos mennyiségű összeget le kell tenniük az asztalra azért, hogy, hogy is mondjam, ez a kínai tulajdonos ne avatkozzon bele abba, amit a Digital Extreme és csinál, és amint ezt megteszik, akkor a kreativitás teljes mértékben a Digital Extreme-é, és az, hogy hogyan alakítják a játékot. Na most! És itt jön ugye a fordulat, amitől ami egyben jó és rossz is. A jó dolog az, hogy a Digital Extreme teljes mértékben rendelkezik a játékuk fölött, a rossz dolog az, hogy pénzt kell csinálniuk. Mondjuk hát jó, természetesen. Pénzt kell csinálniuk, és ugye az elmúlt két évben láttunk a Warframe-en szignifikáns alakulást. Egy dolog sosem változott a Warframe-en, ugye a három havonta jön az új Warframe, az új content. Ez azoknak a szerződéseknek köszönhető. Az, hogy három havonta kapunk valamiféle új kontentet, amire pénzt költhetünk, ez azért van, mert a Digital Extreme-nek szüksége van ahhoz, hogy fenntartja a szerződés feltételeit. Az, hogy most évről évre egy hatalmas új content jön be, az szintúgy azért van, mert a Digital Extreme fel kell tartsa a bevételeket. Az, hogy elvágták az endgame-et, és elérhetővé tették mindenki számára, kezdőjátékosok számára is mindenfélét pár órán belül elérhetsz a Warframe-ben, vagy ha nem éred el, akkor nagyon könnyű, mert platinumot fogsz vásárolni, ugye? Az szintúgy ennek köszönhető, hogy egy szerződést kell tartsanak. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy itt ez az, ami a hátterében áll annak, hogy a Warframe, hogy is mondjam, a veteran játékosokat elhagyta, és az új generációs játékosok felé közelít. Ez van annak a hátterében, hogy a Warframe nem túl sok információt közöl egy új játékossal, tehát nem sokat találsz meg, és hogyha magadtól nem jössz rá, és nem nézel utána a dolgoknak, a Warframe túl sok segítséget nem fog adni, mert természetesen nekik is a céljuk az, hogy te platinát vásárolj, mert nem tudod, hogy a blueprintet is meg lehet venni a marketben, és könnyű kifarmolni. Azt hiszed, hogy a Warframe-ben nagyon sokat kell farmolni, pedig nem kell sokat farmolni ahhoz, hogy megkapd azt a kívánt Warframe-et például. Szóval ez áll az egésznek a hátterében, és ezért van az, hogy a Warframe nyomatja mindig az új contentet, mert pénzt kell letenniük. De ugyanakkor, hogy milyen contentet, és hogyan kapjuk meg azt a contentet, az teljes mértékben az ő döntésükön múlik. Srácok, ez lett volna a Digital Extreme szerződés nagyon alapjai, abban a szempontból, hogy miért és hogyan kapjuk, és miért alakul úgy a játék, ahogy kapunk. Mert például ugye a Destiny 2, vagy a Destiny, a Bungie és Activision kapcsolata, az bizony egy kicsit más és szigorúbb. Ott az Activision az, aki dönti el azt, hogy hogyan lesz pénzkeresési lehetőség az adott játékkal, viszont a Bungie sem ártatlan, a Bungie az, aki ki kell vitelezze, és az ő döntésük az, hogy hogyan kivitelezik ezt a pénzkeresési lehetőséget, de az Activision az, hogy szigorúan megszabja, hogy nektek ennyi pénzt kell keresni ebben az évben, ebben a játékkal, úgy csinálját
így és ezen módszerekkel csináljátok, de rajtatok áll, hogy hogyan implementáljátok bele ezt ebbe a játékba. Ezért volt ez, hogy a Destiny például ennyire elbukott a Destiny 2 ebből a szempontból, és ennyire keményen felszólaltak a játékosok, és egy szignifikáns változás történt most ugye a Destiny 2-ben gameplay, illetve Eververse és minden terén, hogy maga a játék egy kicsit sikeresebb legyen, és több pénzt költsenek az emberek, és ami be is vált, mert szépen lassan több pénzt is költenek az emberek erre a játékra. Ugyanez igaz a Titanfall 2, illetve az Electronic Arts-nak a kapcsolatára is. Ők is aláírtak néhány évre szerződést, mint hogy a Bungie is, egészen Destiny 4-ig írtak alá szerződést, hogyha a Destiny 2, illetve 3 beváltja az ígéreteket, és hozza a kötelező pénzforrást, akkor lesz egy Destiny 4 is. És egészen addig, azt hiszem, egy 10 éves szerződés, Destiny 4, eddig tart a Bungie és az Activision szerződés, és egy hasonló szerződést csináltak a Titanfall, Respawn Entertainment és az Electronic Arts is. Bizonyos ideig ennyi pénzt kell hozzon a Titanfall 2, hanem cancel a project, bezárják a stúdiót, have a good day. Szóval ez a kockázata, és ugyanez a kockázat a Digital Extreme-nél is, hogy 100%-ig nem az ő tulajdonuk a cég, tehát bármikor egy új csettintéssel a kínai tulajdonos úgy dönthet, hogy bezárja Digital Extreme-et, és szevasz, nincs több Warframe. Ennyi lett volna, srácok, remélem sikerült valami hasznosat informálódni ebből a videóból, kíváncsian várom a véleményeteket a témáról. Én magam sem értem, én nem beszéltem erről eddig. Ja, következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!